Szászrégenben 1961 óta táncolják a jobbágy telki táncot. Azóta, amióta az akkori kettes számú líceumba kinevezett matematika tanár, Máté Márta, eldöntötte, hogy tánccsoportot hoz létre, és a jobbágytelki táncot járatja diákjaival. Nyárádmenti tanítványait hívta segítségül a kezdéshez, és azt az embert, aki népművelői, adatközlői munkájáról híresült el a későbbiekben szerte a világban. Az antibácsiként emlegetett Balla Antalt. 1961-ben pionírversen volt a Kultúrházban. Engem odaküdtek, hogy rendcsináló legyek. És láttam ezt a csodálatos jobbágytelki táncot. És úgy elgondoltam, jaj, de jó lenne nekünk is. Nekem volt táncsoportom, de olyan sárdás jártunk atyai módra. És szerencsére onnan 4 gyermek jött hozzánk. 8-ba, akkor 8-kal kezdtük a liceumi osztályokat. Azok az osztályomba kerültek, megtanították úgy, ahogy a pionírok járták a táncot, az énekeket az osztályomnak, aztán az osztályom megtanította a következő osztálynak, s aztán az a következőnek, s nálunk így 1987-ben jöttem először nyugdíjba, addig így ment. A nagyok tanították a kicsiknek. A városi gyermekek azt se tudták, hogy kettőt jobbra, kettőt balra, hogy kell járni. Először meg kellett őket tanítani a csárdásra, és azután aztán a figurákra. És mellénk szegült Sárosi Árpi, aki húzta a talpalávalót akkor, amikor már valamennyire tudtuk a táncot, és így ment tovább. Előbb kölcsönkért ruhákban lépett fel a tánccsoport. A Szászrégeni Kultúrház kiszuperált ruhatárát is használta, majd a szülők támogatásával Máté Márta akkori osztálya gyűjtőútra indult a környékbeli falvakba, és előadásokat tartva megszerezte a népviselet megvarrásához szükséges összeget. Mikor annyi pénz összegyűlt, elmentem jobbágytelkére, megrendeltem. Volt egy Sárosi Berta nevezetű néni, aki szőtte a szoknyáknak valót, szőtte a fiú mellényeket, aztán ott volt egy bácsi lengyel, Ferenc bácsi, aki elkészítette, megvarta a fiú mellényeket, a fiú harisnyákat, a megszőtt anyagot mi dolgoztunk fel az osztályomnak a segítségével, a kötényeket a leányok varták. És elkészült. És amikor készen lett minden, akkor rendeztünk egy Benedek Elek estet, egy olyan másfél órás műsort, Benedek Elek apó mesetárából feldolgoztunk színdarabra, és így adtuk át a ruhát az iskolának. Az akkori ruhák egy részét ma is viselik a táncosok. Míg a múlt rendszerben a Megéneklünk Románia című fesztivál díjnyertes táncegyüttesét eltanácsolták a zöld mellények és zöld szoknyák viselésétől, ezek most ismét előkerültek, és az újonnan szerzett darabokkal együtt eredetivé teszik a tánccsoport ruházatát. Máté Márta 1987-ig vezette a tánccsoportot. Nyugdíjba vonulása után más pedagógusra bízta a hagyományőrzést, de kis idő múlva ismét szükségessé vált Márta néni segítsége, és egy-egy pedagógus társával együtt tovább foglalkozott a tánccsoporttal. A létszám az ingadozó, változó, évről évre változik, de általában tudok mondani egy olyan 20 főt. Én úgy gondolom, hogy a múlthoz viszonyítva nehezebb megfogni a fiatalokat, mivel sokkal több szórakozási lehetőség van, mint az elmúlt rendszerben, és lehet, hogy nem vonzódnak annyira a hagyományaikhoz. Milyen alkalmakkor tudtok föllépni közönség előtt? A jó az az egészben, hogy van alkalom, rengeteg. Nagyon sok gyöngykoszorú találkozó indult a környéken, Erdőcsinádon, Marosvárfaluban, Ludason, mindenféle rendezvényen, március 15-én, október 6-án, falunapokon, tehát nagyon sok rendezvény van, és ha már tudják, hogy létezünk, akkor el is hívnak ezekre a rendezvényekre, csak bírja az ember fonallal. Az egykori liceum most Lucián Blaga iskola központ néven működik.
Igazgatója és a tánccsoport jelenlegi vezetője nagyméretű találkozót szervezett augusztus 20-án a fél évszázadot megélt tánccsoport és alapítója megünneplésére. Meghívást kapott az eseményre minden valamikori táncos, akit a szervezőknek sikerült elérniük, és akit az ünnepi műsoron kívül szeretett vendégségbe és táncházba is elvártak. Büszkeség. Egy olyan nap, amit nem sokan élhetnek át, és mindez Máté Mártanénnek köszönhető. Tehát nem térhetünk át e nap fölött, anélkül, hogy Mártanénit emlegetnénk. És a tánc az embernek a lelkét jelenti, és bármikor szó kerül a táncról, én mindig elmélyülök, és a lelkemben végbemenő folyamatokra gondolok. És ezt jelentette ez a tánccsoport? Ezt jelentette a tánccsoport, és ezt jelentette számomra Mártanéni odaadása, kitartása, pontossága, tisztessége, mindazok az erények, amiket ő nekünk átadott. A művelődési házban tartott előadás a Mártanénit köszöntő beszédekkel kezdődött, majd maga az ünnepelt elevenítette fel a tánccsoport történetét. Az első generációs táncosok ekkor kapták meg a tánccsoport életében később szokásossá vált útravaló batyut, és emléklapot ajándékoztak minden valamikori táncosnak. A jubiláló tánccsoporton kívül a műsorban felléptek azon néptánc együttesek is, amelyek a hajdani táncosok kezdeményezésére alakultak. Ilyen a legkisebb táncosokat tömörítő Gyöngyvirág néptánccsoport, a Marosfelfalusi Biborka, a Kalandja együttes, valamint a Rügyecskék néptánccsoportja. Külön színfoltja volt az ünnepségnek az egykori táncos Dezső Tibor és családjának a fellépése. A Csíkszeredából érkezett népes család három generációt számlál. Apa, fiak és unokák együtt énekeltek, táncoltak a színpadon. Sokféle korosztályt képviselő hajdani táncos jött el a találkozóra. Az egykori tanárral, táncoktatóval és iskolatársakkal való találkozás egyedi élmény volt sokak számára. Keresztes András 1961-ben került a Szászrégeni Líceumba. Első generációs táncos, aki nyárad menti lévén maga is tanította a jobbágytelki táncot diáktársainak. Emellett tanulta Mártanénitől mindazt, ami kimaradt a falusi gyermekek neveltetéséből. Sok minden megmaradt, amire megtanított. Mondhatom ezeket, mint hogy például az evésnél most is, hogy ugye szűkebb a hely, hát akkor ő úgy tanított, hogy a könyvek a hónunk alul nem szabad kiessenek, úgy kell ülni a bent lakásba az ebédnél. És hát így ezekre a dolgokra tanított, és aztán így ott megkezdte, táncolgattunk, még az erdőre is elmentünk, és így indult el a tánccsoport, aztán összeállt. Olyan rég volt, hogy már alig emlékszem, hogy kezdődött. És ön számára milyen volt ez a mai nap? Milyen emlékeket elevenített föl? Hát a végén, mikor fölkerültünk a színpadra, mondom is ott a mellettem állóknak, hogy hihetetlen, hogy ennyi embert ilyen módon összehozni, ez csodálatos volt. Azt, amit Mártanénitől tanultunk, az emberség, az odaadás, szinte mondhatni a hálaadás az nagyon fontos továbbiakban is, hogy mindenki szívvel, lélekkel álljon a tánchoz, a hagyományok megőrzéséhez. Melinda, te hányas években voltál tagja a tánccsoportnak? 81 és 85 között voltam liceumista, tehát ezt a 4 évet végig táncoltam én is. És milyen volt számodra az a 4 év? Feledhetetlen, és megpecsételte életemet, és azt mondhatom, hogy pedagógusi életemet, karrieremet, és a családi életemben is úgy érzem, hogy ott van az a múlt, amit én akkor 4 év alatt úgy bensőmé tettem. Láttuk a lányodat is a színpadon táncolni, nagyon ügyes volt egyrészt. Igen, nagyon örömmel táncol ő is. És téged is láttunk a színpadon. Ennyi év után visszakerültetek ugyanazt a régi táncot eljárni. Hogy jött ez össze? Valakinek talán nem is
lehet megtalálni, hogy kinek kipattant a fejéből a gond, az ötlet, hogy mi lenne, ha meglepnők Mártanénit egy ilyen felállással, hogy a régi táncosok ki ahogy bírja, és ki amilyen hozzáállással, de mégis lelkesen, hogy dobnunk össze a táncot. Ez a tánccsoport 10 napja alakult, azt mondtuk, hogy mi vagyunk az öregek, de igazából úgy éreztük, hogy nem is voltunk öregek, az első daltól kezdve minden eszünkbe jutott, és érdekes volt az, ahogy ismertük a lépéseket, és csak mondtuk, hogy esetleg egyik generáció másiknak, hogy mi ezt egy kicsit másképp csináltuk, vagy egy harmadik generáció szintén másképp csinálta, és azt kell mondjam, hogy 5 kemény próba után összeállt a tánc. És nagy öröm volt maga a próba is, de őszintén az a mai nap volt megkoronázva azzal a fellépéssel, amit tényleg meglepetésként tudtunk majd ajándékba adni Mártainak. Emlékszel, hogy milyen fontosabb fellépéseitek voltak annak idején? Igen, többször is részt vettünk a Megéneklünk Románia Fesztiválon. 2 díjat nyertünk, 1 Kolozsváron is voltunk, 1 Marosvásáron, és emlékszem, hogy akkor nagy-nagy dicséreteknek és tapsnak örülhettünk. És ennek jutalmául, mert hogy le kellett volna akkoriban utazni Bukarestbe, 50-valahányan voltunk akkor a tánccsoportban, és túl költséges lett volna ez, hogy annyian leutazzunk, és akkor azt az ajánlatot kaptuk 83-ban, hogy akkor kiszáll a tévé, és fölveszi. Hát sajnos abban az időben alig 3 percet láttunk a táncunkból, de azt tudom, hogy szinte egy hétig tartott a filmezés, az is egy rendkívüli élmény volt, ahogy az erdőben a fiúk énekeltek, és visszhangzott az erdő, míg meg a fűben énekeltünk. És el kell mondjam, hogy minden dalra emlékszem, és ennek nagyon örülök. Az egybegyűlt tömegre tekintve arra gondolunk, mekkora ereje tud lenni a léleknek, a tanításnak, a táncnak, a szeretetnek. Meghatódott arcokat látunk, örömteli pillantásokat, és érezzük a tekintetekből, szavakból áradó elismerést és hálát. Összegyűlt Mártanén a csapata. Életem volt ez a tánc, és úgy éreztem, hogy ennek élnie kell. Élnie kell a dalnak s a táncnak addig, amíg élünk mi. Azt tapasztaltuk, hogy a tánccsoport évfordulója az egész szászrégeni magyar közösség ünnepévé vált. Az egykori táncosok gyerekei, unokái táncolnak ma a csapatban. Távolabbról érkező társaikkal együtt népes találkozóvá gyarapították a rendezvényt, amely estig tartó mulatsággal zárult.